1900-as évek elején az égig szökött a mozi építési láz az Egyesült Államokban, és ez hamarosan ide Magyarországra is elérkezett, és Ferencvárosnak igen fontos szerepe volt ebben, ugyanis egy, kettő, hány mozi is létesült hamarosan? 12 mozi már az 1910-es évek elején már működött itt a Ferencvárosban, és a magyar filmszínház történet, sőt a magyar filmkészítés története elválaszthatatlan a Ferencvárostól. Na de miért sétáltunk most ide a Berzencei utcába? Azért, mert a Berzencei utca Üllői út sarkán működött talán a legmeghatározóbb mozi, amely az 1910-es, 20-as, 30-as évek Ferencvárosában működött. Volt ezen kívül egy másik is, erről is szeretnék majd beszélni, de időben ez megelőzte ezt a másikat. 1906-ban már itt a Projektor Graf nevű cég működtetett egy majdnem 100 fős mozit ennek az épületnek az alsó szintjén. Lehet is látni, hogy milyen szép a kiképzése, már eredetileg is arra a célra készült, hogy valami más funkciója legyen, mint lakásokat fogadjon be, mozi céljára használták. És aztán 1920-tól, 21-től már nem Projektor Grafnak hívták, hanem Tátra mozinak, egészen 1956-ig. Akkor két különböző vetítőterme volt. Nagyon keskeny két teremről van szó, úgyhogy úgy is hívták ezeket, hogy cső mozi, ezt a típusú mozit úgy hívták, hogy cső mozi. 5-6 ember fért el egymás mellett, és mondjuk 10-15 sor volt. És aztán 1956-ban, hát itt az Üllői út adta magát a szabadságharc alatt, nagyon sok harci cselekmény folyt, és hát belövést is kapott az épület, a mozi is nagyon súlyos károkat szenvedett, és újra kellett alakítani magát a mozit. Egybe nyitották a két vetítőtermet, vagy nézőteret, és 1957-től már nem mint Tátra, hanem mint Balaton mozi működött, és egészen a megszűnéséig, az 1980-as évek közepéig így volt ismert, és hát nagyon népszerű volt. Első hetes mozinak hívták, ami azt jelentette, hogy a premiért követő héten a filmeket már bemutathatta ez a mozi, ami nagyon nagy jelentőséggel bírt, mert a külvárosi mozik általában 1-2-3 héttel később kezdhették el játszani azokat a filmeket, amelyeket Magyarországra behoztak. Ez már így volt a 20-as, 30-as években is, és így volt aztán 1945-t követően. Tehát ez egy kiemelt jelentőségű mozi volt. Egyébként a mozi bármennyire is népszerű és sikeres volt, hát sajnos nem maradt fenn, és paradox, vagy érdekes módon egy urbanisztikai fejlesztésnek köszönhette a bezárását, vagy a megszűnését, amikor a 3-as metrót építették az 1970-es években. 1976-ban adták át a Deák tér, Nagyvárad tér közötti metrószakaszt, és előtte, hát itt az Üllői úton erőteljes munkálatok folytak, a villamos közlekedést megszüntették, és ahogy aztán a metró elkezdett működni, tulajdonképpen a vérkeringésből kikerült ez a mozi, hiszen ha valaki egy kültelki vagy külvárosi területről szeretett volna egy belvárosi moziba utazni, akkor nem kellett már buszra szállnia, vagy villamosra. A villamos megálló az pont itt volt a sarkon egyébként, hanem egyszerűen elmehetett a Deák térig bármilyen átszállás nélkül, és ez megmutatkozott a nézőszám csökkenésében is, egyre kevesebb volt. Egyébként, amikor elkezdték a mozi üzemeltetését, akkor 6 filmet vetítettek egész nap, tehát reggel 10-től este 11-ig, sőt éjfélig is működött a mozi, és aztán a délelőtti film bemutatókat elfelejtették, beszüntették, és aztán egyre kevesebb és kevesebb alkalommal nyílt meg a mozi, és aztán a 80-as évek közepén meg is szűnt. Akkor most sétáljunk el elődeink második nagyon fontos filmszínházához, bár most már csak a helye van ott, és ez hol is van? A Kinizsi utcában van. Pont most sétálunk azon a területen, 1912-ben már mozi befogadására alkalmas épületet emeltek, méghozzá a Magyar Tanítók Országos Egyesülete volt a tulajdonosa ennek a teleknek, ahol ez az épület megszületett, és már azzal az elképzeléssel építették meg, hogy két vetítő tere is legyen, tehát hogy két mozi
is működjön akár egyszerre ebben az épületben. Volt egy fedett mozi tér, vagy nézőtér, és volt egy kerthelyiség, amelyet nagyon gyakran használtak kertmoziként is. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy már ilyen korán, 1912-ben erre gondolhattak a megbízók, és ami abszolút egyedülálló, legalábbis a Ferencváros vonatkozásában, hogy ez volt az első olyan épület, ahol tehát nem egy kávéháznak a helységét különítették el, vagy egy lakóépületnek a földszinti részét használták arra, hogy ott mozifilmeket vetítsenek, hanem azért is épült ez az otthon, hogy a filmszínházként működjön. És hát a bevétel persze, nagyon népszerű volt egyébként ez a mozi, a bevétel ennek a bizonyos Magyar Tanítók Országos Egyesületének a tárcáját, vagy pénztárcáját, vagy tőkéjét gazdagította. Mesélj akkor még kérlek arról, hogy hogyan alakult ennek a filmszínháznak a sorsa. Hát nagyon érdekes története van ennek a mozinak. 1937-ben egy kicsit átépítették, egy Kende Ferenc nevű építész, a kor egyik vezető építésze irányításával korszerűsítették, modernizálták. Lakásokat is alakítottak ki ebben az épületben, tehát például a mozigépész családja az ebben az időben itt lakott, és ez a praktikus gondolkodás, ami jellemzője volt egyébként a századfordulós magyar építészetnek, meg a két világháború közötti magyarországi építészetnek, ebben is jelentkezett. Ugye ne kelljen túl sokat sétálni annak az embernek a munkahelyéig, aki mondjuk hát napi 12-14 órában látja a feladatát. Egy építési emléktábla is megörökítette ezt a felújítást. Ekkor már Kinizsi mozgónak hívták az épületet. Akkor ez az egyesület már eladta a házat, a Tanítók Egyesülete. És aztán a II. Világháborút követően is moziként funkcionált. Akkor már a főváros tulajdonában volt, és az egyik legfontosabb budapesti moziként volt ismert. Ugyanígy a kerthelységben is működött filmvetítés, meg a belső térben is. És aztán a rendszerváltozáskor nevet változtatott a mozi, akkor már Blue Boxnak hívták az épületet, illetve hát a benne működő mozit. És aztán valamikor a 2000-es évek elején Kultiplex néven lett ismert, aztán egy urbanisztikai, szintén ahogy a Balaton mozi esetében már ez előkerült, egy urbanisztikai fejlesztésnek az eredménye volt az, hogy végül 2009-re elbontották a mozi épületét teljes mértékben, és hát a Markusovszky tér park részét erősítették ezzel a helyjel, de nem véletlenül említettem meg azt az emléktáblát, azt az építési emléktáblát, mert ha más nem, de ez megmaradt az utókor számára, nálunk a helytörténeti gyűjteményben megtalálható ez az építési emléktábla, és hát mindenképpen fontos megőrizni ennek a mozinak, amelyet volt, amikor Kinizsi mozinak hívtak, volt, amikor Magyar Tanítók moziának, volt, amikor Blue Boxnak, szóval ennek az emlékét mindenképpen érdemes megőrizni. Ugyanúgy, mint ahogy a 10-es évek, 20-as évek, és aztán a későbbi időszakok ferencvárosi moziainak az emlékét.